nem magában a reaktorban, hanem egy hozzá kapcsolódó segédberendezésben történt, miközben a reaktor nem működött. Az üzemzavar abból keletkezett, hogy a fűtőelemek mosására szolgáló tartályban a fűtőelemkötegek túlhevültek, majd hideg víz ömlött rájuk, és ettől súlyosan megsérültek. Ezen üzemzavar a 7-es fokozatú nemzetközi nukleáris eseményskálán a 3-as fokozatot érte el, amely besorolása súlyos üzemzavar. Ezen esemény után Magyarország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget is felkérte, hogy vizsgálja felül az esemény tanulságait. Végezzen önálló értékelést és elemzést, majd levonva a következtetéseket, tegyen javaslatot az energiatermelő rendszer és ezen rendszer ellenőrzésének a tökéletesítésére. Nagyon lényeges dolognak tartom, hogy ezen javaslatok is beépítésre kerültek a törvény módosításba. Itt a hangsúly az Országos Atomenergia Hivatal ellenőrzési tevékenységében az ellenőrzésre és a fizikai jelenlétre tevődött át az engedélyezéssel kapcsolatos papírmunkáról. Szeretném a tisztelt országgyűlés figyelmét fölhívni egy másik, nyilvánvalóan a törvénymódosításban nem említett körülményre. Magyarország igen ambiciózus célokat fogalmaz meg az atomenergia termelés terén. Az előzőekben ugye arról hallottunk, hogy futamidő hosszabbításról, esetleges új blokkok indításáról és az elhasznált üzemanyag újrahasznosításáról lehet szó. Azonban ezt megtenni csak akkor lehet, hogyha Magyarország rendelkezik megfelelő végzettségű és tapasztalatú nukleáris szakemberekkel. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és ezért tisztelettel kérem államtitkár urat, hogy a válaszában majd térjen arra ki, hogy Magyarország milyen lépéseket kíván tenni, hiszen egy jó nukleáris szakember kiképzése az nem egy-két év alatt történik, hanem adott esetben egy évtizedet is igénybe vesz. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló Gömbör István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Bevezetőben szeretném megerősíteni azt, amit József képviselő úr mondott, hogy a szocialista frakció támogatja ezt a törvényjavaslatot. Mi támogatjuk és érdekeltek vagyunk abban, hogy a magas szintű nukleáris biztonsági követelmények tovább erősödjenek, a hatósági tevékenység hatékonysága növekedjen, segítse az országos energiapolitikát, és a paksi atomerőmű blokkjai üzemidő hosszabbítását valósítsuk meg, sőt, teremtsük meg a feltételt ahhoz, és ahogy ez több hozzászóló is elmondta, ennek örülök, hogy a bővítés lehetőségéhez teremtsünk megfelelő társadalmi hangulatot és elfogadottságot. Én szeretném elmondani önöknek, a személyes tapasztalatommal megéltem, hogy Németországban a választási kampányokban szinte mindig előkerül az atomenergia igen vagy nem. És az érdekes, hogy a kampány után mindig a józan ész győz az olcsó energia iránti mérhetetlen nagy igény. Ezt nem kell, és nem akarok időt erre most tölteni, hogy arról beszéljünk, hogy Németországnak mennyivel nagyobb az energia igénye, mint nekünk. Amiről viszont szeretnék beszélni, és pont azért, mert azt mondjuk, hogy nem bezárni, hanem a biztonságot erősíteni, az emberekben a biztonsági érzetet erősíteni, és ezt lehetőleg garantálni. És Bödes Barna képviselő úr
Érintette, hogy itt bizony technikai és személyi kérdések vannak. A technikai az egyik oldalról azt mondjuk, hogy a tudomány és a technika lehető legmagasabb fokán az adott pillanatban teremtsünk meg minden feltételt, aminek nyilván komoly anyagi háttere van, ahhoz, hogy a biztonság maximumát tudjuk garantálni. De a másik a személyi állomány, és nagyon örülök, hogy most Simon képviselő ezt egy új aspektusban megvilágította, hogy mennyi időbe telik a kiképzés. Képviselő, ennek kapcsán mondom azt, hogy önöknek, mint kormánypárti képviselőknek, habár már sok esélyük nincs, mert már megszavazták az alkotmány módosítást, amely, hát azt gondolom, hogy úgy híresül el majd ebben az országban, hogy a bizonytalanság, az emberek, a veszélyes üzemben dolgozó emberek, vagy a nagyobb technikai igénybevételtől sújtott emberek bizonytalanságban vannak, és én azt gondolom, hogy ez egy kockázat. Én hiszem, hogy ön is tudja azt, hogy azok a szakemberek, akik ebben a veszélyes üzemben dolgoznak, ők 10 év után kaptak 2 év kedvezményt, és minden további 5 év után 1-1 kedvezményt. Nagyon érdekes lesz, ha itt is a nyugdíjba ment embereket megpróbálják már újra aktiválni, vagy mit üzennek azoknak, akik ma az üzemben dolgoznak, szóval amikor biztonságról beszélünk, akkor meggyőződésem, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az emberek a tudattalatiukban azzal foglalkozzanak egy ilyen üzemben, hogy vajon az éppen regnáló kormány, vagy a parlamenti patkóban mit gondolnak a képviselők, és egy tolvonással hogyan szüntetik meg azokat a feltételeket, amelyek álltak akkor, amikor ők ezt a szolgálatot elvállalták. Tehát én azt kérem önöktől, és kérem a kormánytól, hogy gondolják végig, mert itt mindenki, az előterjesztők is, mindenki csak a rendvédelmi szervezetekről beszél. De valójában az írott szövegben ez soha sehol nem jelent meg, tehát ez, ahogy igaz ez az alkotmánymódosítás a mozdonyvezetőkre, és sok mindenki másra, úgy igaz a paksi atomerőműben tevékenységet folytató munkavállalókra is. Tehát ezt a lehető legrövidebb időn belül fel kellene oldani. Köszönöm szépen, elnök úr, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mi támogatjuk ezt a törvényjavaslatot. Egy alaposan kidolgozott javaslat. Köszönöm szépen. 2 perces bejelentkezünk van. Lampert Mónika képviselőasszonynak adom meg a szót, MSZP. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én csak szeretném megerősíteni azt, és még egy érvet oda tenni a képviselőtársam Göndör István által elmondottakhoz. A mindennapi kommunikációban ez a szégyenteljes alkotmánymódosítás, illetve ennek hatása, ami a szerzett jogok megvonásáról szól, ez a szolgálati nyugdíjasokat érinti. A szolgálati nyugdíjasokkal folytatott egyeztetést a kormány, szolgálati nyugdíjasok szervezik most az érdekvédelmüket a szerzett jogok védelme érdekében, de azért azt önöknek, kormánypárti képviselőknek tudniuk kell, hogy másokat is komoly aggodalommal tölt el az, hogy őket milyen módon érinti majd ez az alkotmánymódosítás, illetve ez a felhatalmazást, amit önök az alkotmánymódosításban adtak. És nagyon helyes, hogy rámutatott ennél a szakmai törvénynél képviselőtársam erre a kérdésre, mert volt idő, amikor én a kormányban feleltem a katasztrófavédelemért és ehhez szorosan kapcsolódó területként ezeknek a biztonsági kérdéseknek a korrekt irányításáért, és jól emlékszem arra, milyen fontos szempont volt az, hogy azok az emberek, akikre fontos döntések vannak rábízva, mondjuk az atomerőműben, hogy azok mentálisan stabilak legyenek, stabil helyzetben legyenek, hogy ők biztonságban érezzék magukat, hogy a családjuk is biztos legyen abban, hogy ha ma van kenyerük, akkor lesz holnap is. Úgyhogy azt szeretném kérni azoktól, akik tehetnek ennek érdekében, hogy ezt a szempontot ezt ne felejtsék el,
és legyenek szívesek világos és egyértelmű, megnyugtató és határozott kormánydöntéseket kommunikálni az érintettek felé. Köszönöm szépen! Következik Józsa István képviselő úr, MSZP. Köszönöm éppen a szót, elnök úr. Most a hozzászólásom második részében a módosító javaslatokról, illetve általában az atomenergia témakör, meg a paksi atomerőmű állapotának kérdéseit szeretném taglalni. Jávor Benedek képviselőtársam említette, hogy az atomenergia békés célú felhasználásának egyik kulcskérdése a keletkezett hulladékok kezelése, ennek a gazdaságossága, mert valóban vannak ilyen számítások, hogy ha a hulladék gazdálkodásban, nukleáris hulladék gazdálkodásban ennek a kezelésébe nem fordít a világ, ezen belül természetesen Magyarország is, a csökkentésbe, a kezelésbe megfelelő kutatásfejlesztést, akkor önmagában ez a elágazása az energiatermelés ezen módjának jelentősen megnövelhetik mind a költségeket, mind a kockázatokat. Jelenleg van elfogadás alatt, tárgyalás alatt az Európai Unióban a nukleáris hulladékkezelési irányelv, és ott már magyar javaslatba, Herzog Edit képviselőtársam előterjesztésében bekerült egy kötelező vizsgálati fejezet a nukleáris hulladékkezelés tekintetében, ami a hulladék mennyiségi csökkentésére, térfogat és aktivitás csökkentésének kötelező vizsgálatára vonatkozik. Tehát, hogy ne kerüljön ez ki a vizsgált körből, hanem az irányelv adjon erre kötelező érvényű útmutatást. Hasonló kiegészítést szeretnék javasolni az előttünk lévő atomtörvényhez is, ami igazából csak egy hangsúly kijelölés, de úgy gondolom, hogy fontos. A törvényjavaslat 24. paragrafusának alábbi kiegészítését javaslom. A második pont, tehát a 24. paragrafus második pontja az úgy szól, hogy a nukleáris létesítmények esetében, ez a nukleáris hulladékkezelési alap, a befizetés mértékét úgy kell megállapítani, hogy az teljes mértékben fedezze a nukleáris létesítmény teljes üzemideje alatt és a leszerelésekor keletkező radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével, és akkor itt javasolnék egy figyelemfelhívó kiegészítést, beszúrásként a radioaktív hulladékok csökkentésére irányuló kutatásfejlesztési tevékenységgel, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és a nukleáris üzemanyagciklus lezárásával, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésével felmerülő valamennyi költséget. Tehát azért javaslom ezt a kibővítését ezzel a félmondattal, hogy a központi nukleáris alap fedezetet kell, hogy biztosítson, hogy nevesítsük, hogy a radioaktív hulladékok csökkentésére irányuló kutatásfejlesztési tevékenységet is kell, hogy fedezze ez az alap, hogy hangsúlyozzuk azt a tevékenységet. Ez ugyanis nem csak hulladékkezelési kérdés, nagyon szigorú gazdaságossági kérdés is. Nemrégiben konzultáltam ezzel foglalkozó szakemberekkel, és mint szakmabelinek elmondták, hogy folyamatban van egy olyan pár száz millió forint kutatásfejlesztés, illetve ráfordítást igénylő projekt, amire egyébként még nincs meg a fedezet, amivel 4-5 milliárd forint megtakarítást lehetne elérni a hulladék, a radioaktív kis és közepes aktivitású hulladékok betárolásával. Tehát én javaslom, hogy menjünk egy kicsit a korunk elé. Igaz, hogy nincs még elfogadva ez az Európai Uniós hulladékkezelési irányelv. Menjünk egy kicsit elé a mi törvényalkotásunkban ennek, hogy ezt bevesszük az atomtörvénybe. A következő ilyen témakör, amit szintén módosító javaslatot dolgoztunk ki, ez gyakorlatilag a emberi tényező, a humán erőforrás megbecsüléséről szól.
Nevezetesen én azt javasolom, és nagyon remélem, hogy a kormány, illetve a többségi frakció támogatását is el tudja ez a javaslat nyerni, hogy az Országos Atomenergia Hivatal kerüljön azonos megítélésre az állami számvevőszékkel. Tehát az állami számvevőszék struktúrájára, illetve javadalmazási rendjére a ház előtt van egy módosító indítvány. Én szóról szóra minden passzusát megfelelően átvezetve beadtam egy ilyen módosító javaslatot, és az a indokom mellette, hogy sokkal nyugodtabbak leszünk, nem csak akkor, hogyha az állami számvevőszék dolgozói kellő megbecsülést érezve végzik a munkáját és őrködnek az állam vagyonán, hanem akkor is, hogyha az Országos Atomenergia Hivatal dolgozói a nukleáris biztonságra őrködve az egész társadalom biztonságát őrzik, és ezt olyan feltételek között teszik, ami összemérhető az állami számvevőszék javadalmazásával. Itt szeretnék kitérni, amire külön nem foglalkozik a előterjesztés. Általában a szakterületen dolgozók képzettségével ennek a követelményrendszernek a folyamatos karbantartásával. Az atomerőmű működésének első időszakában az építés során rendkívül képzett, nagy tapasztalatot szerzett mérnökök álltak munkába, és az ő tapasztalataik részben velük együtt nyugdíjba mentek a elmúlt időszakba, tehát ennek a pótlása mindenképpen szükséges. Az atomerőmű korszerűsítési folyamatában én szeretném kiemelni, mert azért nem működött rosszul az eddigi szabályozási rendszer sem, hogy az építés során az eredetileg szovjet erőművet a magyar mérnökök, magyar szakemberek darabról darabra szétszették, átvizsgálták, és utána rakták össze. Tehát ez jelentős részben magyar erőműnek is tekinthető. Ezt követően a 90-es években sor került egy teljesen átfogó reaktorfelügyeleti rendszer korszerűsítésre, amiben a Siemens reaktorfelügyeleti rendszere került beépítésre, ami egyértelműen európai korszerű színvonalat jelentett, és már elhangzott itt a vitában, hogy 2002-re befejeződött az atomerőmű földrengés állósági megerősítése, amelynek eredményeként a tízszeresére nőtt az atomerőmű földrengés állósága, és jelenleg összemérhető olyan területek biztonságával, ahol sokkal nagyobb a földrengés veszélye. Jávor Benedek képviselőtársam említette a Fukushima tanúságait, hogy itt a kockázatelemzés is külön figyelmet érdemel. Megemlíteném, hogy szintén a 90-es években futott a Paksi atomerőműben a Ágnes projekt, ez egy betűszó, ami egy átfogó kockázatelemzést jelentett, és minden egyes részegységnek a kockázatát, kockázatelemzését elvégezték, és ezt követően a korszerűsítéseket, a tervezett karbantartási és felújítási munkákat mind úgy programozták, hogy ennek a kockázatelemzésnek az eredményeként egy nagyságrenddel javuljon a biztonsága minden egyes szerkezeti elemnek. Jelentős szerepe volt ennek a korszerűsítési munkának abban, hogy a 90-es években a Paksi atomerőmű 4 blokkja éveken keresztül a világ legjobb 20 atomerőművi blokkja között volt, és ezen belül volt olyan blokk, ha jól emlékszem, a 4-es blokk, amelyik a legjobb 5 között volt. Tehát rendkívül jó megbízhatósági és rendelkezésre állási eredményeket értek el a paksiak, tehát igazán nincs okunk fokozott aggodalomra az atomerőművet illetően. Ez viszont nem szabad, hogy az éberségünket elaltassa.
ugyanis az atomenergiaipar nagy balesetei, az amerikai Three Mile Island-i, illetve a Csernobili, mind a kettő emberi tényezőre vezethető vissza. Tehát amikor kezdi úgy érezni a szakember gárda, hogy ő már mindent tud, mindent biztonsággal kezel, akkor nagyon kell vigyázni arra, hogy nehogy elkényelmesedjünk. Tehát ilyen értelemben én azt hiszem, hogy egy-egy ilyen törvényi korszerűsítésnek, mint ez is, figyelni kell arra, hogy ez a koncentráció egy percig ne csökkenjen, és itt azzal együtt, hogy az atomerőmű fontosságában a két nagy parlamenti párt mindig egyetértett, azért meg kell említeni olyan irányítási problémákat, mint ami most például az MVM esetében ténykérdés, hogy ugyanaz a személy az elnöke a magyar villamosműveknek, mint a paksi atomerőműnek. A nukleáris biztonság szempontjából ez nem biztos, hogy célszerű. Én nem tudom, hogy törvényi szinten kell-e szabályozni, de mindenképpen érdemes lenne figyelni arra, hogy az atomerőmű működését érdemben meghatározó vezetőknek mindnek legyen nukleáris ipari tapasztalata. Ez érdemben javíthatná a nukleáris biztonság garanciáit, és elejét vehetni annak, hogy pusztán közgazdasági megközelítés, költségcsökkentési megközelítésből a nukleáris biztonság csorbát szenvedjen. Erre a költségfedezet messze menően biztosított. Ugyanis a üzemidő hosszabbítás, a plusz 20 év működés, aminek természetesen van ráfordítása, amit már elmondtam, korábbi korszerűsítések is hozzájárultak, és még most a élettartam növelés során is további ráfordításokat kell eszközölni, de ezeknek a összege, töredéke annak, amit Jávor Benedek képviselőtársam is említett, amit egy új atomerőmű jelent, tehát ez a plusz 20 éves üzemidő hosszabbítás, ez a lehető leggazdaságosabb energetikai beruházás, ezzel a lehető legolcsóbb módon lehet nagy mennyiségű, széndioxidmentes módon energiát termelni, és itt hívnám fel a figyelmet, a kormányoldal figyelmét, vagy a kormányzati munka figyelmét, hogy amennyiben a 20 év élettartam hosszabbítás ténykérdéssé válik, mindenképpen felül kell vizsgálni az előbb említett nukleáris alapba történő befizetést. Ugyanis annak a éves befizetési mértéke az a 30 év üzemidőre van számolva, hogyha plusz 20 év üzemidőre lehet elosztani ezt a feltöltési értéket, akkor egy-egy évre sokkal kevesebb befizetés adódik, amit a műszaki színvonal növelésére lehetne fordítani, vagy még én azt se tartanám túlzottan messze menő következtetésnek, hogy egyszerűen az ott dolgozó emberek jobb anyagi megbecsülésére, mert kiemelkedő fontosságú munkát végeznek, és ahogy képviselőtársaim elmondták, hogy mennyire fontos az ő biztonságérzetük. Tehát aki a nukleáris energiával foglalkozik, ha ő személyében bizonytalannak érzi magát, az én biztonságérzetemet is rontja. Tehát én akkor vagyok nyugodt, hogyha az atomerőmű dolgozói elégedettek, jókedvűen mennek be dolgozni, nem aggódnak a felől, hogy mikor kell nekik nyugdíjba menni, hanem ki tudják számolni a saját életpályájukat, és akkor én is nyugodtan alszom, hogy nem csak a legolcsóbb energiát termelik, hanem megfelelő biztonsággal is. És ez én azt hiszem, hogy a mindenkori kormányzatnak a felelőssége, tehát azon túl, hogy szigorú felügyeleti magatartást tanúsít az Országos Atomenergia Hivatal, amire a törvényi szabályozás most a hangsúlyok megváltoztatásával külön is lehetőséget ad, feladatává szabja, hogy a engedélyezésen túlmenően a folyamatos felügyeleti tevékenységet is szigorúan végezze. Erre a lehetőségük is meglegyen, hogy hozzáértés oldaláról a legjobban képzett szakembereket tudják megfizetni, és azok ott is maradjanak az alkotó műszaki, illetve jogi pályafutások teljes időtartamára.
ne kerüljenek olyan kísértési helyzetbe, hogy anyagi okok miatt el kelljen nekik vándorolni más területre. Tehát ezekkel a módosító javaslatokkal kiegészítve mi támogatjuk az előterjesztést, és hogyha egyéb módosító indítványok vannak, azt is érdemben meg fogjuk vizsgálni. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt Ház, nem látok több bejelentkező képviselőt. Megkérdezem államtitkár urat. Igen, Bencsik János államtitkár úr kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy Józsa István képviselő társunk fogalmazás gátlójának a hatása az elmúlt, és sikerült kétszer is kihasználni nem érdemtelenül a felszólalási lehetőséget, de ugyanez minden egyes felszólalásra elmondható, és egyaránt érvényes, hogy nem érdemtelenül történtek, hiszen mindannyian voltak szívesek hozzájárulni ahhoz, hogy az atomenergia békés célú felhasználását szabályozó törvénynek az aktualizálása, pontosítása, az körültekintően valósulhasson meg az országház falai között. De többen is elkalandoztak egy kicsit, és a törvénytervezet szoros értelmezési keretén túlmutatóan energiastratégiai kérdésekkel is foglalkoztak. Nagyon helyesen helyett meg, hogy eddig engedkorok és én távolabbról megkülönítőzelítve szól válasz meg nem mindazokat a mindazokveti felkérdések, akit melyekben érdemben elhangzottak. Ezzel egy közendő esztezelő előtt tűztünk ezt hozzá, hogy a nemzeti energia-stratégia tervezekének ők az előtészíthez, és módszeresen szereken igyek főztünk kép térni azok ezni a perekat a feltén felekétel, amelyet a meghalják már hozták, játszhatják annak a követnek a szükkez évtized évtized közönek a munkás mátáján, amely biztosia bizonyosít az ország tiszta világonság rendbóstat tartó és megfizmeghetőlet energia energitárlátása. Az egyon fő nagyon spontos elrendfelvétel, hogy a foltrilus hosszú energia energordozóhoz való hozzáló hírés a fértő lehetőség orlaszkos sátogvá fog az elállni a kezekevel évendő idegtizedben. Egyrészt azért vannak, mert eltök felfőgörek és a gazdaságú világországok a globális szinten, amelyek amellent kielértő és mélyfogékben fogják nélkozni az éves energia elhatfelhasználatsuk, amely a több leteres fog, mert fog majd ezt támasztani a civilis foszilia energiózó hordánkuk irány. Ugyanúgy a kancselmo etonthatsz is, az, hogy rendelkező a rendelkezésre álló rákuló megtottat, mert is rendelkező rendelkezésre álló előleg helye kitermeltese és bonyolulva a technológiaknul algával és drágába ágával lenni. Ez biztos bíhatósítható, elkör az ezen betkezítő kézede évtizedőtes időtávig. Tehát jobb nagy sengvers lesz, a nevebb helyzetben frág és dragon fráb színvel szépre hatózhat fogó és enoszidia fogergia sokorásot értnek hozzá, együk, ahogy ez áll, ezen a kinergizetek észletlenbe esektően csett geopolitikai politikai nagyonilag nagy érzni és kenyval izgalmas területeken heteken kedvesznek el. Már nagyon sik mondtam forrendos pestét fel, fent eladható tartágiusság közvetelező készségenyes érvényese a tés össze, amely jövésbe függően van, ne a közömzet égi hatvihajlalmi édelrezsími állam megtáspítva a saivre lett neki cél és tűzőreivel. A következő elsendőt kezeti kézett, olyan energia struknak a urán, aki kialasítán szűr a valóségükség, mert a indió szént kivoxítáltál, hogy kérses mérséklés és mérséklés is a magától gyakni hozni. Egy harmadik nagyotos ponten felételt írt el volt az, hogy magyar, hogy szárós energiák függőségűsége, Európa és összeniósonli hasonlásban is van ilyen nagyoknak a gasolatú mondta, mert ó, alagy meghagyja 60%-ig ezeket, és lőlem belga pedig oldgál fölnak háznak réha pedészese, és még a simagabbnak annak a importa anyadig pedig mint egy 28%-ig jött ellen. Per ezen feltenfelelétől bőlel kell követlegeztetkeni a nekez követítő ki évre nat vonókozó javaslatokas lakállap megtáspítat, hogy csak a be a milyen hozzávat fontásik a lejokkal, mert forsz az világságtan sventostatúj tartalmat fizes megtően tette a energiását garantált gondítán. Ja, pont legfahosabb itt gyaszt borbjában neki Benedem mondja el, mert az estratégia hanyságon már kerül hekkét lehetett emcső első. Másodmár helyik ott ilyen megúvan a megújulóják ergétarán részé a kanyának nő. És velé köti becselezettségé. Ott van zép a közlópeúr egyfai egesség a infrarátusának ép kitésítése, hely a mencsa gyanys megkerülhetetlen ki a energiatastrai cégértűzér ki elhoz és kegyen, hogy legyen Magyarország magyar rendelágra ezen a kezel a hazok keresztárt kapszező társacikkal sok helyen, amely szükeresül
A szűk élből fényben egy és rágyed van gábbát hozzátő férhető hosszú erdélyen elordozó, ahol a közókat ez a következő év 2010 nagy vágonságja tud, mint egy erszve helysenyet is zetelen fősterre kiadra a piconra rendelkezendelére és sajt bocsátani az NER-enipagiai hazai arra hazgia